Sziasztok, ez egy jó hosszú videó lesz, úgyhogy csináltam jegyzeteket, és időnként ki fogok pillantani a képernyőre, vagy lehet, hogy nagyon sokat is, de nem szeretném, hogy bármi fontos dolog kimaradjon. Ha csak fél szemmel is követtétek az eddigi munkásságomat, akkor tudjátok, hogy bár tanár nem vagyok, de nagyon sok oktatási programban veszek részt, úgyhogy remélem hitelesen hangzik a számból, hogyha azt mondom, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalok megfelelő értelmi és érzelmi fejlesztési folyamatokon menjenek keresztül. Úgyhogy nem tudom nem üdvözölni, hogy nemrég hatályba lépett a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorú fellépésről, valamint a gyermekek védelmi érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi 79. törvény. A pedofil résszel természetesen maradéktalanul mindenki egyetért. A jogszabály másik része ellen viszont szemlátomás most nagyon felzúdultak a meleg lobbinak a képviselői, ami szerintem nem véletlen, hiszen a melegséget népszerűsítő propagandájuk került most végveszélybe. Szeretném ezt a részt egy kicsit bővebben kifejteni, mert szerintem fontos, hogy ne egysíkúan a meleg lobby propagandáján keresztül lássuk meg, hogy mi ez a helyzet, és az emberek megfelelően tudatos döntést tudjanak hozni arról, hogy hogyan is kívánják leélni az életüket. Olyan képet fest az LMBTQXYZ köbgyök alatt DX, hogy mintha melegnek lenni csupa öröm és boldogság lenne, fékevesztett orgiák, Coca-Cola, meg minden ilyenek. Holott abszolút nem erről van szó, úgyhogy összeszedtem nektek most néhány észérvet, mert ha az észérvek jelentenek valamit ebben a világban, ami a reklámokkal szemben megmutatja a valóságot, az árnyoldalakat is. A példák részben saját kutatómunkámból származnak, részben pedig mások történeteire támaszkodnak, de minden esetben valós történetekről van szó. Szóval jöjjön 10 érv, hogy miért ne legyél meleg. Első, ez egy egyirányú utca. A meleg lobby szereti elhallgattatni a reklámkampányaiban, de sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy ha valaki egyszer úgy döntött, hogy meleg lesz, akkor az egész életét kénytelen lesz úgy végigélni. Szóval ez egy nagyon nagy felelősség, amit meg kell hozni, hogyha ha meleg szeretnél lenni. Vannak ugyan legendás gyógyulás történetek, meg mindenféle terápiák, de ezeknek a hátrányairól, illetve az elérhetőségeiről majd egy következő pontban beszélünk. Második pont. Nem fogod észrevenni, hogy épp mikor mossák át az agyadat. A szivárványosok ezt olyan észrevétlenül tolják, hogyha nem vagy észnél, esélye sincs védekezni ellene. Én nem találkoztam még olyan emberrel, aki meg tudott volna nevezni egy konkrét időpontot, mondjuk, hogy sétáltam gyanútlanul az Andrásin, egyszer csak szembe jött a Pride, és hirtelen szivárvány kezdett sugározni a kőheteró szememből. Szóval ilyen nincsen. Mondok egy példát. Én nagyon sokat anyaltam azon, hogy mikor férkőzött az én közelembe a meleg lobby. Tuti, hogy nem otthon ért az inger, mert a szüleim heterók, tehát egy férfi apa és egy női anya nászából születtem, 41 éve monogám házasságban élnek, egész biztos, hogy nem onnan jött. A társas szocializációmat viszont egy észak-borsodi kis településen kezdtem, ott mentem először óviba. Nem nagyon vannak emlékeim erről az időszakról, de szinte biztos vagyok abban, hogy nem volt olyan nagyon progresszív dajka ott, aki mondjuk nekem meg a többi bányászlurkónak, nem tudom, nem hagyományos családmodellekről beszélt volna, úgyhogy azt kizárom. A 80-as évek közepén voltam kisdobos, nem emlékszem arra, hogy mondjuk a VUK-körsnek a gyűlésére jött volna egy travi, hogy meggyőzöm minket a nem változtatásról, tehát ezt kizárhatjuk. Nézzük, mi van még. Ja igen, egészen biztos, hogy nem a középsuli volt azok. Ott szerintem megfelelő nevelést kaptunk, de erre mutatok nektek egy példát. Itt van egy osztálykép, ezt mindjárt berakom ide a videóba. Ez vagyok én, igen, tudom. Ez a lány pedig az egyik legnagyobb zseni, akit valaha ismertem. Szinte minden óránk, néhány csoportbontott órát leszámítva, tök ugyanaz volt, ugyanazokat az anyagokat hallgattuk. Ő ma 3 gyerek édesanyja és igazságügyminiszter a kormányban. A volt pattársam, aki 4 évig ült mellettem, ő pedig államtitkár. Ne értsetek félre, nem akarok semmilyen politikai témát belekavarni ebbe, sőt, felnéztem rájuk mindig is, és most is büszke vagyok arra őszintén, hogy
a saját választott karrierükben ki tudtak teljesedni, és azt az életutat tudják bejárni, amit szerettek volna. Nem erre szerettem volna fektetni a hangsúlyt, hanem arra, hogyha valami iskolai, ideológiai agyátmosáson múlt volna a dolog, akkor valószínűleg mindannyian ugyanazon a pályán lettünk volna. Mondjuk én emelt szintű matekra jártam, Judit pedig nem. Lehet, hogy a matek óra volt. Nyilván nem, ez hülyeség, ez hülye vicc volt. Hozzáteszem, hogy mire gimis lettem, mert bőven tisztában voltam vele, azt hiszem az első felismerés az általános iskola harmadik osztálya környékén volt, tehát bőven azelőtt, hogy serdülőkorba léptem volna, és a legtöbb meleg ismerőseimnek nagyon hasonló tapasztalata van, mindenki tudta magáról legalább azt, hogy valami nem stimmel vele, az, hogy ez mennyire tudatosult benne, hogy mi is áll a háttérben, az más kérdés. Olyanok persze vannak, akik maguknak sem merték bevallani, mondjuk egy olyan konzervatív zárt közösségből származtak, ahol folyamatosan hallgatták azt, hogy ez nem normális, és ők meg érezték magukról, hogy ők normálisak egyébként, tehát nem lehetnek olyanok, mint amiket a sztereotipikus buzizásokban hallanak, és maguknak sem merték felvállalni, aztán nem értették, hogy miért nem jönnek be nekik a lányok, miért nem működnek azok a kapcsolatok, mindaddig, amíg nem találkoztak mondjuk egy fiúval, aki rend meg tudták élni a szerelmet, és tisztában jöttek önmagukkal. Ez persze nem egyik percről a másikra megy, nagyon sok gyötrődés a következménye. Hármas pont, nem elég melegnek lenned. Mert a reklámok azt sugallják, hogy melegnek lenni felhőtlen boldogság és fékevesztett partik és brüsszeli orgiáknak a halmaza, az a helyzet, hogy emellett muszáj lesz majd választanod magadnak valami teljesen sablonos, unalmas életcélt is. Ezeknek pedig mindegyike pont ugyanolyan lesz, mint amit a heterók is csinálnak. Foglalkozásra mondjuk lehetsz orvos, tanár, kőműves, zsebtolvaj, rendőr, tűzoltó, politikus, bármelyik oldalon. Szóval itt nem lesz változás. De a szakma egy dolog, hogyha azt nézzük, hogy a szabadidődben mit csinálsz, sajnos anatómiai adottságaid miatt ugyanazokat a sportokat kell űznöd, mint a heteróknak, tehát úszni fogsz, kézilabdázni, síelni, vagy akár focizni. A szabadidő más részein pedig pont ugyanolyan lehetőségek közül tudsz majd választani, mint a heterók. Tudom, ez nagyon-nagyon unalmas, de moziban jársz, kirándulsz, vagy egyszerűen csak ráfüggve pörgeted az Instagramot egész nap, szóval az égvilágon semmi különbség nincsen ebben. Négyes. Óriási felelősség lesz rajtad. A választott önző életformáddal nem is tudod, hogy hány embernek ártasz. Lehet, hogy közvetlenül a népességnek csak 3-5-10%-a ez a eszméletlen aberrált, viszont ezeknek általában van családja, barátaik, olyan emberek, akikkel nap mint nap találkoznak. Téged csak az érdekel majd, hogy meleg legyél. Nem gondolsz bele abba, hogy szegény apádnak gyenge a szíve, vagy hogy mit mondanak majd édesanyádról a gyülekezetben, vagy felfogod, hogy milyen magasrangú tisztségviselő a nagybátyád az önkormányzatnál? Ugye, hogy nem. És mi van, ha kiderül, mit fog majd kapni a foci csapatod, amiben játszol? Hát így is folyton buzizzák őket a lelátóról. Nem gondolkodsz, mi? Talán majd észhez térsz akkor, amikor az egyik legjobb barátod, miután kiderül rólad, megszakítja veled a kapcsolatot, mert nem akarja, hogy őt is annak nézzék. Szuper sztorik vannak erre. Ötös pont. Magadnak kell megoldanod a nevelésedet. Ez nehéz. Ahhoz, hogy egy boldog, kiegyensúlyozott felnőtt legyél, végig kell menned egy érzelmi érési folyamaton. Ez biztos, hogy elkerülhetetlen. Óhatatlanul látsz majd magad előtt felnőtt mintákat. Látod a szüleidet, nagynénit, nagybácsit, szomszédot, tanárokat, felnőtt embereket magad körül. Fogsz majd látni boldog házasságokat, válásokat, így vagy úgy kikupálódott vagy teljesen lecsúszott felnőtteket. Ők mind heterók. Viszont a melegeket mindig csak nagyon egysíkúan, megvetendő, aberrált nyomoroncokként fogja elétárni a teljesen egészséges hetero társadalom. Ahogy az jó érzésű embereknek kell, ugye. Olyanok ők, akiknek az életét csak azt tölti ki, hogy nem tudom, telefosott állomás vécékben gerjedjenek egymásra, szegecses bőrszerkóban, alul tütű szoknyában. Ha fiatalon a szivárvány lobby hatására úgy döntesz, hogy meleg leszel, akkor nem fogsz magad előtt látni boldog, kiegyensúlyozott meleg felnőtteket. Csak azokat, amiket a sztereotípiákban rádöntenek. Nem fogod látni például, hogy egy hozzád hasonló meleg férfi vagy nő
hogyan jut el oda, hogy öngyűlölet nélkül szembe tudjon nézni önmagával. És ez rettenetesen fontos. Én 22 éves voltam, amikor életemben először találkoztam az Egyesült Államokban egy olyan férfi párral, akik együtt éltek, ráadásul régebb óta, mint hogy én megszülettem. Ez nekem teljesen felfoghatatlan volt. Én középiskolás koromban csak a sztereotípiákra tudtam hagyatkozni, és bár éreztem, hogy én nem vagyok olyan, teljesen komolyan gondolkodtam azon, hogy mikor lesz majd az a forduló pont, amikor olyanná kell válnom, mint amit hallok, hogy milyennek kéne nekem lennem. Ez azóta sem sikerült egyébként, szóval nincsen tütűszoknyám, meg szegecsés bőrszerkom sem. Nyilván nem ezen van a hangsúly, de az nekem tényleg egy sorsfordító élmény volt, hogy láttam magam előtt ilyen pozitív példákat. A másik, hogy a hetero kamaszok jó része évente átesik sírig tartó szerelmeken és világvége szakításokon. Ami lehet, hogy akkor nem túl kellemes, de ez egy nagyon jó dolog, mert meg kell szerezni azokat a készségeket, amivel fel tudsz vérteződni majd az igazi kapcsolatokra, és ott meg tudsz birkózni különböző konfliktusokkal. Heteróknál ilyenkor észrevétlenül is részt vesznek ezekben a drámákban a kortársak, a szülők, a tanárok, a környezetük. Ők bátorítják őket, lehülyézik az embert, hogyha úgy adódik, vigasztalják, hogyha összetörik a szíve, figyelmeztetik a veszélyekre, stb. Ha meleg vagy, nagy az esély arra, hogy ezeket az alapvető mintákat magadnak kell kialakítanod tök egyedül. Úgyhogy, ha a heteróknak viharos és erdülőkora, akkor melegként szerintem köst fel a gatyádat elég alaposan. Erről ugye milyen hallgat a buzi lobby, mi? Melegként nem biztos, hogy lesz esélyed arra, hogy egy szűk közösségben meg tud élni ezeket a kiegyensúlyozott felnőtté válás szempontjából rendkívül fontos mozzanatokat. Hangsúlyozom, nem a szexről beszélek. 20 éves korodban fogsz eljutni oda, ahova a legtöbb kamasz 17-18 évesen mondjuk eljutott. Ebből a szempontból legalábbis. És nem fog az sem segíteni, hogyha meleg ismerkedős oldalakon próbálod meg pótolni ezt a szocializációt, mert az nem egy hű képet fest arról, hogy milyennek is kellene lennie az életnek. Ebben nem megyek bele, nagyjából elbírjátok képzelni, hogy nem a Tinder jelenti azt, amiről mondjuk egy hetero kapcsolatnak szólnia kellene. Ugyanígy a Grindr, vagy a Romeo, vagy hasonló felületek sem nyújtanak ilyen szempontból túl nagy segítséget. Az, hogy nincsenek pozitív meleg példák, nem csak téged érintenek. Ha a szüleid, a kortársaid, a tanáraid, az edződ, mindenki, aki odafigyel rád, szintén csak a sztereotípiákból tud táplálkozni, akkor sem tudnak neked segíteni, hogyha egyébként szeretnek téged, és szeretnék, hogy minél jobb legyen neked. Ötös pont, az öngyűlölet. Én 14 éves voltam, amikor először próbáltam meg öngyilkosságot elkövetni. Azóta még 20 éve később is megfordult a fejemben, hogy kár, hogy az akkor nem sikerült, de hozzáteszem, hogy itt nem voltam egyedül ezzel, mert szerencsére az interneten nagyon sok támogató komment van ezzel kapcsolatban. Ők is azt mondják, hogy ez egy tök jó probléma megoldás, mert hogy selejtek megölik magukat, akkor megvan oldva a probléma, nem igaz? Hát, ja, tényszerűen ez igaz persze, de nyilván nem tudom elképzelni, hogy milyen érzés egy szülőnek elveszteni a gyerekét, de azt azért elbírom képzelni, hogy egy nagyon picikét talán nyomaszthatja, még akkor is, ha tudja, hogy a gyereke ragykó-magykó volt. Szóval ez is szerintem több ember tud érinteni. Még egy nagyon konzervatív kisfalusi környezetben sem tud megjelenni előttem az a helyzet, amikor mondják valakinek, hogy jaj, Juliskám, hallottuk, hogy mi történt szegény Mátékával, fogadd őszinte részvétünket. Erre szerintem nem lesz soha az a válasz, hogy ja, köcsög volt, hagyjad, majd csinálunk másikat. Nem. Jó, nekem kiskamaszként nem ez volt effektíve azok, de mondjuk az, hogy szüleim folyamatosan súlykolták más területeken is, hogy eljátszottam minden bizalmukat, ez nagyon nem segíti a különböző problémáknak a megbeszélését és a közös feldolgozását. Hát igen. Ez a minta, az a helyzet, hogy nagyon sok meleg ismerősem sztoriában előjön valamilyen szinten. Tény, hogy több mint kétszer nagyobb az esély egy meleg fiatalnak, hogy öngyilkosságot próbál meg elkövetni, mint egy heterónak. Azért nyilván nem lesz mindenki öngyilkos, tehát nem szeretném ezt így beállítani, annak ellenére, hogy egy gyerek halála is sokkal több, mint ami kellene, hogy legyen.
Viszont az öngyűlölet valamilyen formában szinte mindenkinél megjelenik az élete valamelyik szakaszában. Ez jó részt visszavezethető az előző pontra. Ja, az, hogy mások gyűlölnek, az nem ér meg külön pontot. Erre mindenkinek megvannak a sztoriai. Egy ismerősöm, kollégái nemrégiben, amióta kiderült róla, hogy meleg, egyszerűen nem fognak vele kezet, de mehetünk olyan extrém példákba is, hogy a nálad 80 kiló színizommal jobban megtermett szomszédod nyom neki a falnak, és 20 centire az arcokból üvölti, hogy tök kacsak búzi, megöllek! Ez egy lakógyűlés után történt, még mindenki ott volt a körfolyosón, egy idő után én úgy voltam vele, hogy figyelj, üss meg, ölj meg, most már leszarom, de ez nagyon ciki ez a helyzet, és szeretném, hogy minél hamarabb vége legyen. Ja, igen, vannak ilyenek is. Ezt is elhallgatják mi, meleg propagandisták. Hát. Hatos. Nagyobb eséllyel leszel kiszolgáltatva szexuálisan. Ha van téma, amit el akarok kerülni ebben a videóban, az biztos, hogy a szex. Mert a szex az nagyon fontos része egy egészséges kapcsolatban, de nem a szexről szól a kapcsolat. Most viszont ez azt hiszem, hogy megkerülhetetlen. Jó, erre majd később visszagörgetek. Hetes pont. Rettentő nagy kihívás lesz hosszú, tartós kapcsolatot fenntartani. A legtöbb ember arra vágyik, hogy tartósan meg tudja osztani az életét valakivel. Látszólag ez csak két emberről szól. Valóságban viszont minden kapcsolat több szereplős. Nem úgy gondoltam. Nincs olyan kapcsolat, ami a környezetétől teljesen izoláltan működne. Család, barátok, rokonok, olyan emberek, kollégák, akikkel nap mint nap kapcsolatban van az ember, valamilyen szinten mind részesei két ember kapcsolatának. És nem, nyilván nem kizárólagos egyedüli feltételről van szó, de minél kevésbé tud beágyazódva lenni két ember kapcsolata a társadalomba, a szűkebb közösségébe, annál nagyobb kihívásokkal fog szembenézni, hogyha fenn szeretnék tartani ezt a kapcsolatot. A környezet nagyon sokat tud segíteni abban, hogy esetleges konfliktusok elsimuljanak, támogatólag tudhatni. Ebben nem menjek bele részletesebben, mert szerintem evidens, ha nem, akkor sokat olvassatok utána. Az viszont tény, hogy ezeket a jeleket nagyon gyakran nem veszi észre az ember. Ez olyan, mint abban a népmesében a lány, aki azt mondta, hogy ő úgy szereti az apját, mint az emberek a sót. Tök evidens, hogy ott van, de nem veszük őket észre. Ha viszont hiányoznak, ez a hiány mérhetetlenül nagy károkat tud okozni. Szóval egy olyan kapcsolatban, amit legszigorúbb értelemben véve csak a négy fal között tudtok megélni, ahol nem tudjátok felvállalni egymás mások előtt, nem tudtok közösen élni, közösen rokonokat látogatni, stb. Hát sok jóra ne számítsatok. Nem mondom, hogy lehetetlen, de nehéz. Ó, 8-as pont. Nehéz lesz jól viselkedni. Bár választottad ezt az életformát, nyilván, azért meg szeretnél felelni bizonyos társadalmi elvárásoknak. A gondot az jelenti, hogy nehéz lesz meghúzni a határokat, hogy te mikor viselkedsz jól és mikor nem. Mutatok erre egy példát. Egy ismerősöm, aki 10 éve együtt van a barátjával, elvitte őt is a középiskolás osztálytalálkozójukra. Ők nagyon-nagyon jól viselkedtek. És ezt onnan tudja, hogy jól viselkedtek, mert az egyik ex-osztálytárs négy szem közt nagyon jó fej akart lenni, és megköszönte nekik, hogy nem fogták meg egymás kezét. Mert ha megfogták volna, akkor kellemetlen perceket okozott volna, ha mondjuk a gyereke, aki szintén ott volt, megkérdezi, hogy anya, mit csinál az a két bácsi. Oké, tehát ez egy egész konkrét, jól körülhatárolható eset. Kimondhatjuk, hogy a melegek akkor viselkednek jól, ha nyilvánosan nem lépik át azt a határt, amiben mondjuk két haver tud publikusan egymásra tekinteni. Ez tök oké. Egyébként nyilván meg lehet oldani, tehát velem is volt olyan, hogy vártam haza a barátomat egy hét után, kimentem elé az állomásra, leszállt a vonatról, nagyon örültünk egymásnak, hátba veregetés, hello, milyen volt az út, sokan voltak körülöttünk, várjuk a buszt,
a buszon zögykölődve, hátizsák takarásában, kicsit szorosabban összeér a cipőnk, nem is néztünk egymásra, tudtuk, hogy ez mit jelent, tök jó volt. Hazaérünk, egy óra zögykölődés után átszállással, becsukódik a bejárati ajtó, és akkor átöleltük egymást. Szerintem egy hetero elképzelni nem tudja, hogy egy ilyen hosszú ideig elfolytott ölelés mennyire jól tud esni, amikor végre fel tud szabadulni. Nem szexről beszélek továbbra sem. Viszont nem szeretném túl idealizálni ezt a dolgot, még a végén azt hiszitek, hogy ez egy jó dolog, úgyhogy nézzünk nehezebb eseteket. Nyilván tök jól ki lehet építeni párhuzamos életeket az egyetemen, munkahelyen, simán belefér sokunknak a családjába az, hogy fiam, oké, elfogadjuk, nem szólunk bele, de ezt a témát ne hozd fel itthon, szépen kérlek. Nyilván meg lehet ezt csinálni, tök oké. Nekem is volt mondjuk 20 éves koromban, 20 kevés éves koromban olyan társaságom, ahol megkérdezték, hogy edzés után nincs-e kedvem velük menni iszogatni. Akkor mondtam, hogy bocs, de randim lesz, mondták, hogy jaj, hozd a csajt is nyugodtan, és akkor úgy voltam vele, hogy nézd, 10 perc az öltözőben az egyik hírnek a hallatán fejtetted ki, hogy te egy buzit se ismersz, de egész biztos, hogy mindet a Dunába lőnéd. Mi meg szerintem egy kicsit hosszabb távra tervezünk, szóval lehet, hogy ezt most skippelném. Jó, nem ezt mondtam, hanem azt, hogy már van fix programunk, mozi egy mindenféle, szóval el lehet ezekkel lépbecolni, és tök jól megoldja az ember, hogy ne kelljen mások arcába tolni a melegségét. De illik vajon nyilvánosan szomorúnak lenni akkor, hogyha 4 év után ott hagy a hivatalosan nem létező barátod? Vagy akkor is kellenek a fedősztorik? Mondjuk én ezt egy kicsit elcsesztem, mert ez az esemény nagyon megviselt. Pont húsvét előtt történt, mentem haza Miskolcra a családomhoz. Hát végül is nem beszéltem róla, ez igaz. 3 napig a szobámban voltam, és bőgtem folyamatosan. Se nem ettem, se nem üttem, úgyhogy... úgyhogy ja, végül is jól viselkedtem, ha úgy veszük. Tabu téma, nem beszélünk róla. Tök oké. Okay. Támogatást nyilván nem kaptam, de hát... én választottam ezt az életformát, oldjam meg magamnak, nem igaz? Ja igen, itt van egy ismerősömnek a sztoria, ez erősen kapcsolódik. Azt kérdezi, hogy ha karambolozott a barátod, és az egész éjszakát a balesetén töltöd vele, akkor másnap reggel mit kell hivatalosan reagálni a kollégáid kérdésére, hogy de karikásak a szemeid, bulizni voltál este? Nem tudom, írjátok meg kommentben, vagy tovább is fűzhetjük, bár ez egyelőre fiktív, de előbb-utóbb biztos, hogy be fog következni egy kapcsolatnál, hogy nem tudom, ha meghal a párod, akkor gyászolhatod nyilvánosan, vagy szembe kell nézned azzal, hogy kellemetlen perceket okozol esetleg a kollégáidnak, amikor kiderül, hogy úristen, ez most az arcunkba tolja a melegségét éppen. Nem tudom, lehet, hogy akkor is kell, hogy legyen egy készre gyártott fedősztori, hogy miért vagy egy kicsit magad alatt akkor, nem? Megoldható biztos. Ja igen, sokkal mókásabb megközelítés. Mit csinálsz akkor, amikor rád hajt egy csaj? Előfordult már ilyen mindenkivel szinte. Amikor a kollégáid is mondják, hogy hát nem igaz, vak vagy, hogy mennyire hajt rád. Az egyik legjobb nő itt a cégnél, nem hiszem el, hogy nem veszed észre. És akkor igen, egy ideig próbálod kerülni azokat a helyzeteket, amikor kettesben vagytok, de óhatatlanul be fog következni. Ármánykodásuk következtében előfordult velem is, hogy az irodában kettesben maradtam az egyik lányjal, és már szó szerint rám mászott, akkor az arcába tolhatom, hogy figyelj, nem veled van a gond, tök jó nő vagy, én játszom másik térfélen. Amúgy ilyen többször is előfordult. Nagyon kellemetlen tud lenni, viszont mindannyian nagyon megértőek, és bár elsőre nehéz ezt feldolgozni, de tök jóban vagyunk azóta is. Egyébként a mai napig nagyon sokat gondolkodom azon, hogyha mondjuk valami csoda folytán a barátom kijön velem a birtokra, ritkán fordul elő, mert gyűlöli azt a helyet, úgyhogy ezért is vagyok kint ritkán, most már tudjátok, mert el kell döntenem, hogy vele vagyok inkább, vagy odakint ásom a földet. Szóval, hogyha ne adj Isten belóg a háttérbe, és én ezt később veszem észre, miközben videót készítek, arcbatolásnak számít, hogyha őt nem szerkeztem ki a képről? Eddig mindig kiszerkesztettem egyébként. Meg más melegeknek is van ugyanez a dilemmája, tudok róla, hogy elmennek valahova kirándulni a párjukkal, csinálnak közösen szelfit maguknak, aztán egyet úgy, hogy publikusan ki tudják tenni.
nyilván meg lehet ezt csinálni. Én is ezt csinálom folyamatosan. Volt egy csomószor, csináltam volna egy videót egy kirándulásról. Nyilván nem azt akartam bemutatni, hogy mi együtt vagyunk, de tök jó helyeken voltunk. Szerettem volna ezeket megmutatni nektek is például, de én nem tehetem meg azt, amit egy csomó hetero youtuber megtesz, hogy itt a feleségem, barátnőm, csajom, hadgyerekem, bárki, és itt vagyunk, hello, sziasztok. Mert az már arcbatolás lenne. Hát, hogy erre nem fogok figyelni a jövőben. Na mindegy. Aj, 9-es, de... Na, esünk túl most az abúzusokon, a szexuális kihasználtságon. Jó, beszéljünk a szexről. Az intimitásnak ez a szintje egy fantasztikus élmény. Feltéve, ha résztvevők, és azt nem mondom azt, hogy résztvevők, mert férfiak, nők, aki részt vesz a szexben, közös akarategyezésben és őszintén saját akaratukból nyílnak meg egymás előtt. Előfordulhat viszont, hogy ez az utóbbi kitétel az, hogy őszinte saját akaratukat kell nyújtani, nem jut mindig érvényre. Nem tudom, hogy milyenek ezek a dinamikák heteroszexuális kapcsolatban, nyilván elképzeléseim vannak róla, különösen ahogy híreket olvasok, stb. Stb. Viszont saját és néhány meleg ismerősöm példájából, akikkel tudtunk ezekről a érzékenyebb témákról is beszélni, előjött az, hogy külső hatásra azért sokszor torzul ez az őszinte szándék. A munkám során sokszor ráláttam olyan pedagógiai programokra, ahol lányokat, fiatal lányokat készítenek fel arra, hogy nem kell mindig jó kislánynak lenni, a saját testedről te magad döntesz. Láttam olyan programokat is, ahol koedukált csoportokban dolgoznak fel ilyen témákat, ami szerintem nagyon hasznos, hogy mindkét fél lássa, hogy kinek hol vannak az igényei, hol vannak a határai, ez szerintem tök fontos. Mondhatnám most azt, hogy az én időmben még nem volt ilyen, ami részben igaz. Viszont az biztos, hogyha meleg fiatal vagy, akkor erre senki nem fog téged rávezetni. És mivel titkolózási kényszerben vagy sok esetben, zsarolható vagy. Nem tudom, hogy ezt folytassam, mert nagyon kellemetlen lenne ezt folytatni, úgyhogy lehet, hogy nem teszem, innen rakjátok össze magatokból a képet. Előfordulhat nagyon sokszor, hogy belekerülsz egy olyan helyzetbe, amibe valójában nem szerettél volna. És nagyon-nagyon sokat gondolkodtam az évek során. Itt szerintem áldozat az is, aki ténylegesen áldozat szerepben van, és az is, aki elköveti. Én nem tudok haragudni senkire. El kellett telni egy időnek ahhoz, hogy ezt ki tudjam mondani önmagammal szemben. Szerintem mindannyian csak egy elcseszett, frusztrált rendszernek vagyunk a részei. És ez ennek a lenyomata. Na jó, erre túl sokat nem szeretnék vesztegetni. Max azt, hogy egy ilyen helyzetben nem tudom, hogy hova fordulnál. És azért vettem most itt ezt a pontot előre, mert a következő pont a 9-es, hogy nincs felkészülve a rendőrség, az egészségügy, a szociális ellátórendszer. Tudom, a hírekben többnyire akkor fordul elő, hogy melegek és a rendőrség valahogy összejönnek, amikor valamilyen atrocitás éri őket az utcán, ilyenek is nyilvánvalóan vannak, viszont van egy csomó helyzet, ami egész egyszerűen nem jut el a közvéleményig. Hatványozottan meg fogod gondolni, hogy fordulj a rendőrséghez, hogyha szexuális bűncselekménynek az áldozata leszel. Ha belegondolsz abba, a nőknek is nagy nehézséget jelent, hogyha egyébként egy teljesen természetes, heteroszexuális erőszak követő áldozatává válnak. Nagyon nehéz egy ilyen intim témáról megnyílni egy vadidegen előtt, ráadásul egy hivatali környezetben, ahol nem tudod, hogy ki van az egyenruhában, milyen hozzáállása van. Úgyhogy hiszem azt, hogy nagyon sok olyan abúzus, amire bár jogi lehetőség lenne, hogy érvényt szerez neki, nem fog eljutni a rendőrségig, egész egyszerűen ezért. Van egy ismerősöm, aki távoltartási végzést kért a volt pasi ellen, mert folyamatosan zaklatta,
én iszonyatosan felnézek erre a srácra, hogy ezt meg merte lépni. Én egyszer sem mertem. Néhány évvel ezelőtt volt az, nem tudom, hogy ugyanaz a személy volt-e, elképzelhető, hogy igen, de különböző arc nélküli profilokról kaptam Facebookon mindenféle olyan megkereséseket, amiket nem szerettem volna. Kaptam telefonhívásokat, amiben nem szólt bele senki. Aztán az üzenetekben részletezték, hogy milyen volt a hangom. Magánéletemről szóló információk jöttek, amit sehol nem tárok ki publikusan, hogy mit csinálna velem az illető. Nem volt jó hallgatni. Egyszer sem fordultam rendőrséghez, sem máshoz. Na mindegy, hasonló helyzetek vannak egyébként az egészségügyben is. Nyilván egy fokhúzás az mindenkinél ugyanolyan. Viszont vannak olyan helyzetek, ahol releváns lehet az, hogy meleg vagy, vagy az, hogy el tud hallgatni, hogy meleg vagy, és ez alapján az orvos helyes diagnózist állítson fel. Sejtem, hogy most mi mindenre gondoltok, de nem feltétlenül ez. Volt ismerősöm, aki egy teljesen más jellegű vizsgálatnál az orvos, mivel tudta róla, hogy meleg, rögtön rendelt egy HIV-tesztet is. Mindegy, ebbe szerintem nem megyek bele. Nekem személyesen nincsen az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatban negatív tapasztalatom, hál' Istennek, viszont vannak ismerőseim, akik éltek át olyan helyzeteket, ami az egészségügyi dolgozóknak a saját tájékozatlanságából fakad. És ha már egészségügy, jöjjön a 10-es pont, nincs gyógymód. Bár vannak, akik a csodálatos kigyógyulásukkal végig turnézzák a médiát és az internetet, sajnos ezek a terápiák nagyon rosszul vannak célozva. Valahogy az érintettekhez nem jutnak el. Általában a melegeket megérteni sem szándékozók és velük szemben teljesen elutasítók szokták ezeket példaként felhozni és mindenütt terjeszteni. Azokon a helyeken, ahol egyébként érintettek lennének, akik mondjuk az előző 9 pont valamelyikét legalább már átélték is, úgy döntenének, hogy ez nekik mégsem annyira kellemes, őket valahogy ezek soha nem érik el. Elképzelhető, hogy azért, mert a meleg lobby ármánykodó tevékenysége következtében elhallgatja ezeket a hangokat, más nem nagyon tudok elképzelni. Nem tudom, ti el tudtok képzelni, mert szerintem ez lehet az ok. Vannak persze, akik próbálkoznak, hogy hát ha csak divatból, vagy pillanatnyi, nem tudom, érzelmi labilitásból lesz valaki meleg. Engem is járattak például anyámék kigyógyító pszichiáterhez. Az volt a feltétele annak, hogy finanszírozzák az egyetememet. Hát nem lett sikeres a terápia, azt hozzáteszem. Annyi eredménye volt, hogy nagyon sokáig nem beszéltem a szüleimmel. Amikor az Egyesült Államokban voltam, akkor mondjuk egy éven keresztül egyáltalán semmilyen üzenetváltás nem volt. Volt olyan időszak, amikor, mivel otthonról nem jött anyagi támogatás, nem fogadtam el, ezért sokat éheztem. Az egyetemet nem hagytam ott. Na mindegy, ebben nem megyek bele. Ja igen, ha terápia nem is, azért az interneten lehet találkozni mindenféle népi praktikával. Tudod, hogy addig ütöd, amíg meleg. Hát ha a verésem múlna, kőheteró lennék. Szóval nem igazán működik ez sem. Na, hát lényegében ennyi. Írogattam még más dolgokat, de nem tudom. Szóval lehetne még ilyen nagyon nyilvánvaló dolgokat hozzátenni, hogy megbélyegzések, de ez tök közismert. Ez mondjuk minden kisebbségre igaz. Akkor is rád fog égni az adott kisebbséghez tartozó vonásod, ha amúgy az adott dologhoz az égvilágon semmi köze nincsen. Nem sikeres vállalkozó leszel, hanem egy olyan női cégvezető, aki összetudja egyeztetni a családját a karrierrel. Sose hangzik el, hogy vezérigazgató úr, maga milyen apa? Nem, a női cégvezető az így külön kategória. Vagy nem belgyógyász leszel, hanem nem tudom, roma orvos. Mondjuk, hogy senki nem mondja meg a cigódoki. De érted, szóval nem az lesz, hogy te valamit csinálsz, hanem te vagy a meleg valaki. Na mindegy, ez szerintem nyilvánvaló.
ja igen, hülye vitákba kell bonyolódnod olyanokkal, akik meg sem akarják érteni a hátteret, a te valós életedet, csak azt szajkúzzák, amit hallanak mindenféle sztereotípiából. Az igazán ciki akkor van, amikor ezek a hozzád legközelebb eső rokonaid. Anyám a pszichiáternél például felvetette annak idején, hogy pedig ők magyar népmeséket olvastak nekem. Meg hogy bejövök a lányoknak. Hát ott nem voltam abban a helyzetben, hogy felvesem, hogy figyelj már anya, az, hogy én kinek jövök be, az nem ugyanaz, hogy nekem kik jönnek be, szóval biztos vagyok benne, hogy van sok hetero férfi, aki bejön a meleg férfiaknak, és mégsem lesznek melegek, mert hogy nekik nem jönnek be ők, szóval, na mindegy. Igen. Egyébként ilyeneket tényleg mindannyian hallunk. Tehát azt, hogy kinek miért nem lenne szabad melegnek lennie, van ismerősem, akinek azért nem, mert ő néptáncra járt, mert hogy állítólag ezért nem. Van, aki kiskora óta, ja igen, van, aki kiskora óta harcművészkedik, ráadásul elég magas szinten és oktatóként is tevékenykedik, tehát nála ez egész biztos, hogy kizárt, vagy van, aki azért nem, mert keresztény neveltetést kapott. És még egy csomó ilyen van. Az, hogy tudja összeegyeztetni az ember a természetesen jelenlévő, ja bocsánat, választott melegségét más témákkal, az egy sokkal izgalmasabb téma, és erre mindenkinek megvan a maga saját drámája. Vannak például hívő meleg ismerőseim. Van olyan, aki pap volt, van olyan, aki református lelkész. Igen, van olyan srác, aki a Mi Hazánknál tölt be pozíciót. Hogy ők ezt hogy dolgozzák fel, az az ő ügyük, és remélem, hogy ezt nagyon gördülékenyen meg tudják tenni. De ha emlékeztek, volt olyan 88-as újságíró, aki írt egy coming out cikket néhány évvel ezelőtt. Az más kérdés, hogy most ennél a cikknél már nem szerepel ott a neve, meg nem is dolgozik a lapnál. Nem hiszem, hogy emiatt. De, na mindegy, szóval a lényeg, hogy nem pártállástól függ, vagy világnézettől, hogy valaki meleg vagy nem. Sokkal eredendőbb okokból alakul ez ki, de, na mindegy. Ja igen, van, akinek az anyja tördeli a kezét, hogy biztos nem kellett volna barátok köztet engedni nézni a fiának, mert biztos ott látott egy meleg karaktert, és azért lett olyan. És nem a fiát kérdezi meg, hogy milyen érzései vannak, mi egyáltalán ő mit gondol erről. Megvan az ideológiai csapás, aztán biztos erről van szó. Na mindegy. Ja, igen, jönnek ezek a nettó baromságok a 78 nemről, meg a kötelező nem változtatásról, meg mindenféle iszonyatos csúsztatások magasabb rendű biológiai törvényszerűségekről, ami sok esetben tudom, hogy nincs benne az alapvető középiskolás biológiai tananyagban sem. Ez nyilván egy másik tészta mondjuk. Ebbe lehet, hogy nem kéne belemenni, mert most már állítólag biológia tagadó is vagyok, úgyhogy hát biztos kevésbé értek hozzá, mint Rétvári úr, nem tudom. Jó, ezekbe már tényleg nem fogok belemenni. Szóval nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy az emberek meg sem próbálják érteni, hogy mi áll a háttérben. Pedig szerintem még egyszerű. Emberek vagyunk mind.